egy férfi meccsel. Magyar László Kosiba Dániel. Kosiba kezdte a szervát. Mindkét játékos külföldön játszik. Magyar László a Linz csapatában, Kosiba Dániel a Duisburg csapatában a német bajnokságot erősítik. Parás csata várható. Közvetlenül a kommentátorállás alatt zajlik a mérkőzés, úgyhogy nagyon-nagyon közel hozzánk. És egyelőre 3-3-nál járunk. Egy nagyon szép, laza fonákkal szerzett pontot Laci. És a következő labdamenetben ugyanakkor hálóba tolta a labdát. Megint egy rossz labdaérintés. Kosiba kőkeményen játszik. Most el is húzott 6-4-re. Vagy villámgyors fonák pörgetés volt csuklóból Daninál, de ezzel most nem ér célt, hosszúra pörgette, úgyhogy Laci felzárkózott. Egy picit lehetett hallani, hogy a labda nem úgy pattant, ahogy kellett volna. Úgyhogy ki is csúszott ez az ütés. Igen, még a meccs azon szakaszában járunk, amikor próbálják egymás szerváit egy picit belőni, hogy mihez, hogy érjenek hozzá. Egy picit most Dani ezt elkönnyel műskötte szélesre és hosszúra ütötte, úgyhogy 8-6-ra vezet csak. Egy nagyon finom tenyeres érintéssel küldte át Laci a labdát, nehéz volt megítélni, hogy mennyire van fals benne, mennyire nem. Hát most sok szépséget láthatunk ebbe a menetbe, mert volt nagyon finom és szép pörgetés, ilyen is, olyan is. Aztán egy hálós hálás mentett a Laci. Kosiba távoli labdája pattant meg a hálón, aztán Dani tudott érni támadó pozícióba, és beászolta gyakorlatilag. 9-7-ről 9-8-ra közelített magyar. Ajjajjaj! Csúcsszínvonal. Egy fonák lepörgetést láthattunk. Laci tenyeressel megindította, viszont ezzel felkínálta Kosibának a labdát. Nem tudom, hogy a képernyőn is érzékelhető volt-e, nagyon finoman tolt bele egyet csak a Laci. Ilyen kiszámíthatatlanul ment a labda. Ugyanakkor ez ahhoz kevés volt, hogy a szettet meg tudja nyerni. Nagyon jó színvonalú mérkőzés. Mindketten kitűnően is jól játszanak. Látom, egyikőjük sem jött edzővel, úgyhogy ilyenkor csak magukban bízhatnak. Külső segítség ilyenkor nincs. Nem tudom, nézőink tudják, el tudjátok-e, hogy válogatott mérkőzéseken is, hogyha két azonos nemzetiségű játszik, mondjuk egy EB-n, BB-n egymással, mondjuk ez leginkább a kínaiakkal, vagy a németekkel fordul elő, akkor egyik őket sem segíti szakvezető,
olyankor mindkét játékosnak saját tudásából kell táplálkozni. Folytatódik lassan a mérkőzés. A labdát Magyar László kapja meg, és ő kezdi a szervát. Kidobta a háló a pörgetését, pedig jónak ígérkezett. Bizonyára meg fogja még próbálni számtalanszor. A lesz labdája, mert egyelőre úgy tűnik, hogy törés vagy repedés miatt ki fogják cserélni. A bíró bácsi nagyon jó lelkűen ezt meg is teszi. Asztal fölötti elütés próbált meg Laci, picit hosszú lett. Nem indul jól magyar szempontjából a szett, 3-0-ra vezet Kosiba. Sőt, 4-0. Egyelőre nagy különbségűnek ígérkezik ez a szett, meglátjuk, mi lesz majd a vége. Most egy rontott szerva, ezzel 6-0-ra Kosiba vezet. Labdamenet volt most. Ismét egy rontott szerv, azt gondolom, hogy Laci fejbe ezt a szettet már kiengedte. Igazából szinte már csak túl akar lenni rajta. 8-1-ről nagyon nehéz megfordítani egy szettet. Főleg így, hogy egyelőre úgy tűnik a háló az most Kosiba Danival van. Egy kőkemény fonák pörgetéssel szeretett volna pontot szerezni, ez most nem nagyon jött össze. 9-2. Így látom, azért Laci egy-két szép ütés még bevet ebbe a szerve mindenképpen. Meglátjuk ez a meccs egészét tekintve, mire lesz elég. Hát ezt elütötte már minden mindegy alapon. Szinte feladta most ezt a szettet Laci. Igazából nem indult jól. És ilyenkor kétféle megoldás van, vagy inkább elengedik azt a szettet a játékosok, amiben ekkora hátrányból kellene küszködniük. Pont azért, hogy ne fárasszák le magukat nagyon, mert ha belebonyolódnak egy hosszadalmas, idegőrlő csatába, akkor lehet, hogy fizikailag és mentálisan olyan sokat kivesznek önmagukból, hogy nem tudnak utána már esetleg a későbbi olyan szettekre koncentrálni, ahol jobban partiban tudnak lenni. Tehát szinte betartalékolnak. Közben elkezdődött a harmadik szett. Kosiba 2-0-ra vezet összesítésben, és ezt a szettet is jól indítja, 1-0. És ő szervál. Úgy látom, Laci egy picit lassítja a játékot. Úgy lassan adja vissza a labdát. Nyilván mentálisan egy picit próbálja megtörni azt a lendületet, amivel Kosiba odáll az asztalhoz, mert azért nem tűnik Laci
annyival gyengébbnek, mint ahogy ezt az eredmény mutatja. Az előző meccsen láttam játszani, nagyon-nagyon jól és szépen játszott, tehát valójában, mint hogy ez a kőkemény visszadropolt labda is mutatja, itt azért közel nem ennyire eltérőek a erőviszonyok. Most is nagyon jó fonák droppal visszatolt a Kosibának, és annyira gyorsan ment vissza a labda, hogy nagyon nehéz volt Daninak rá reagálnia. Nem is sikerült jól ezzel, 4-2-re felzárkózott magyar. Sőt, 4-3 egy jó szerva után. És ugyanazt a hibát követte el Kosiba egymás után kétszer, egy csuklós pörgetős fonák szerva fogadás nem sikerült valami jól, úgyhogy ebből rögtön szoros lett az állás. Most ugyan újra ő szerzett pontot, de ezzel csak 5-4. Úgy látom, Dani bekeményített, úgyhogy 6-4-re most növelte újra az előnyét. Nagyon okos pontszerzés volt, ugyanis nem ment annyira gyorsan a labda, de olyan ügyesen is jól helyezte Laci, hogy egyszerűen zavaró volt, mind a két labdája az asztal széléhez közel ment, úgyhogy Dani nem is tudott vele úgy igazán stabilan ráindulni, mert ugye egyáltalán nem volt biztos, hogy asztalra megy, és ilyenkor egy picit másabb reagálni a labdára. 2-5 Kosibának és őszerve. Netz, új szerva következik. Vagy 8-5. Erre mondják azt, hogy jól sikerült a szerva. Sőt, a másik szerve is nagyon jó. Hosszúra tudta csak Laci fogadni. Kilenc-hatra jön fel. Meglátjuk, hogy mennyire tud felzárkózni. Hát ez most öngól volt egy picit, egy elrontott szerva az sosem jó, de főleg nem, amikor az ellenfél vezet 9-6-ra, vagy 10-6 Kosibának. 11-6, 3-0. Ez a meccs egyelőre úgy néz ki, hogy Kosibának gondot nem okoz. Annyit elmondanék még a közvetítés nézőknek, hogy mai nap lassan még délután folytatódik majd a végjátékkal, ugyanis holnapra már az erőviszonyok gyakorlatilag nagyjából felsejlenek, és lesz egy-két olyan kulcs momentum, kulcs mérkőzés, amelyik el tudja dönteni, hogy ezt a top 12 bajnokságot mely játékosok fogják megnyerni. Magyar Laci kezdi a szervát, és rögtön egy jó szervával előnyt tud szerezni. Sőt, 2-0-ra át is veszi a kezdeményezést. Sőt, 3-1, egyelőre tudja tartani a előnyét. Sőt, 4-1. Bizonyára több sportbarátnak is feltűnt már, hogy ha valaki nagyon vezet, akkor egy kicsit kienged a meccs közepe táján. Ilyenkor rendszeresen előfordul az, hogy pillanatnyi zavar keletkezett a Matrixban, ugyanis enyhén megcsúszó labdát a bíró sportás nem érzékelt, úgyhogy tisztázni kellett itt a dolgokat. Tehát kicsit most azt érzem, hogy Dani úgy nem tette bele magát nagyon ebbe a meccsbe, ugyanakkor most
az eredmény meg azt mutatja, hogy nagyon szép játék volt. Az eredmény azt mutatja, hogy messze nem adja oda ezt a szettet, úgyhogy 4-0 után, illetve 3-1 után sikerült neki gyakorlatilag most már a vezetést is átvennie 5-4-re. Nagyon szép játék volt. Gyakorlatilag nem csak sebességben volt érdekes ez a labdamenet, hanem a labdamenet mélysége is figyelemre méltó volt, ugyanis ugye hol messziről kellett operáljanak a ütéseikkel, hol pedig egy nagyon rövid lerakott labdákat kellett újra megjátszani. Nagyon-nagyon szép volt. Ezt a szettet egyelőre egyikőjük sem uralja. Laci jól kezdett, de Dani felzárkózott. Ha nem tudta átvenni igazán a kezdeményezést. Most mégis ő kerül előnybe 7-6 Kosiba Daninak. Nagyon szép finom ütés volt. Úgy látom, Laci játékelemei, erős játékelemei közé a precízen pontosan helyezett labdák tartoznak. Nagyon pici mozdulattal tudja úgy irányítani a labdameneteket, hogy azok számára jók legyenek. Csak hát ugye Dani nem ügyetlen játékos, tehát vele ez önmagában most kevés. Na, ezt elpörgette Dani, így Magyar László 9-7-re vezet ebben a szettben, és ő szervál, van esélye arra, hogy ezt a szettet behúzza, ezzel szépítve egy kicsit az eredményt. Viszont Dani gyönyörű fonák pörgetéssel közelebb jön, 9-8-ra csökkentve a különbséget. Nem egyszerű a helyzet. Lacinak legalább egy pontot a saját szerveiből kellett volna csinálni, hogy nyugodtabban várja Daniét. És ez úgyhogy 3-1-re módosul a pillanatnyi eredmény. Laci mérkőzésen belül tudott maradni. Meglátjuk, hogy ez mire lesz elég a folytatást illetően. Többi asztalon azért megy a csata. Szépségdíjas menetek vannak. Közönség is hűséges maradt a teremhez, úgyhogy egyelőre nem magányosan ütöget itt 2-3 ember. Elkezdődött a 5. szett. Kosiba kezdte a szervát, rögtön egy jó szervával tudott indítani, 1-0. Rögtön utána egy könnyelmű fonák ütés után Laci mellé is az első pontot oda kanyarították. Lehet finom labdaérintés volt ám, de nem csúszant át a háló fölött. Úgyhogy most a Laci úgy látom megbeszélt önmagával, hogy hogy is kellene játszania. És most jelképesen egy rugó mozdulattal megfenyítette a pingpongasztalt, pedig az nem nagyon tehet semmiről. Látom, egy picit most elszakadt a cél, de remélem megnyugszik.
kicsit elkapkodta ezt a szervát is. Hat egyre vezet Kosiba. Azt hiszem időt kellett volna kérni a Lacinak 5-1-nél, mert most elkapkodott két labdon menetet. És mintha már így lélekben fel is adta volna egy picit ezt a küzdelmet. Erőtlenek a mozdulatai, szinte csak passzívak. Ha odajön a labda, visszaüti. Kettő, nagyon közel a meccs győzelemhez. Kosiba Dániel egy nagyon szép tenyeres szervafogadással, tizedik pontja is megvan. 10-3, kicsit laza fonák pörgetéssel próbálta befejezni, hogy ez most kevés volt. Laci el is ütötte, inkább a labdát nem küzdött ott. Kosiba Dániel, Magyar László 4-1. Dani egyértelmű fölényben játszott. Laci ugyanakkor nagyon szép játékkal partiba lehetett volna, de most ez nem jött össze.